Két éve készültek ezek a felvételek. A gyerekek háromnapos néptánc táborban vettek részt. A programoknak a Bonyhád Majosi Kultúrház adott otthont. Azóta az ingatlant saját forrásból folyamatosan újítja fel a város önkormányzata. Most pedig a képviselők arról döntöttek, hogy ehhez újabb forrást biztosítanak. Ezt követően nem lesz akadály annak, hogy szerződést kössünk, és gyakorlatilag jövő év tavaszára átadhassuk a majosi lakosságnak nagyon-nagyon régóta várt felújított kultúrházukat. 77 millió forint nettóban az az összeg, amivel a nyertes elnyerte ezt a közbeszerzést. Az ingatlan teljes egészében saját forrásból fejleszti az önkormányzat. Erre a célra korábban 179 millió forintot különítettek el. Azért volt erre szükség, mert akkor még nem volt ismert az, hogy a Majosi Kultúrháznak a felújítása a kettes üteme, hiszen az elmúlt évben elkezdődött ennek az ingatlannak a felújítása, mindenképpen közbeszerzés köteles volt, hogy ennek a közbeszerzési eljárásnak mi lesz az eredménye, és pontos számok nélkül nem szerettünk volna összegeket meghatározni. A teljesen felújított Majosi Kultúrházat a tervek szerint jövő tavasszal vehetik használatba a helyiek.